Sziasztok! Csokidesszertet fogunk készíteni, amihez mindössze két hozzávalóra van szükség. Nincs szükség gramnyi pontosságra, nagyjából 3-400 gram sűrített tejbe beleöntök úgy 1-1,5 deci tejet, és ebbe beledobálok 3-400 gramnyi csokoládét. Én csokival csinálom, most ha valaki tejcsokival csinálja, legfeljebb teljesebb lesz, de szerintem miért csokival a legjobb, mert hiszen adunk hozzá bőven teljes sűrített formában is, és normál tej formában is. Addig melegítjük, míg teljesen összedolgozhatóvá nem válik, míg teljesen el nem olvad a csoki. Ahogy kész van, még egy kicsit fort is mehet az öntő formába. Önthetjük apró tálkákba vagy kelyhekbe. Én egy ilyen kis 20 centis torta formát fogok használni hozzá, egy kivehető aljút. A formát kicsit megkenem vajjal, hogy majd könnyebben kicsusszon belőle a desszert. És mindjárt beleöntöm a csokit. Na most nem mindenkinek van valószínűleg otthon ilyen kivehető aljú tortaformája, akkor azt a megoldást javaslom, hogy vannak ezek a szétnyitható alj nélküli formák. Tehát egy alufóliát terítsünk a tányérra, helyezzük rá a formát, abba öntsük bele a csokidesszertet, és mikor megszilárdult, már kihűlt, akkor az aljáról egyszerűen csak lehúzzuk a fóliát, levesszük róla a szétnyitható formát, és kész. És akkor most megvárjuk, hogy kicsit kihűljön, és betesszük a hűtőbe 1-2 órára, hogy teljesen megszilárduljon. Gyönyörűen megdermett a desszert, most kiszedem a formából. Megnézem, hogy kell-e lazítani itt az edény oldalán, de ahogy nézem, szerintem ez ki fog jönni simán. Ugye megvajaztam az oldalát. Na mindegy, tegyünk egy próbát. Oké, nem lesz vele gond. Hát több-kevesebb sikerrel sikerült felszeletelni. Egy órát volt a hűtőben, úgy látszik kevés ahhoz, hogy teljesen megdermedjen, vagy egy kicsit elsokaltam benne a tejet, amit a sűrített tej mellé még hozzáadtam. Úgyhogy nem tudtam most rendesen szétszeletelni, majd visszarakom, aztán abszolút darabolható lesz. Lehet, hogy eddig a felét megeszem, nagyon finom. Hát díszíthető gyümölcs darabokkal, mondjuk meggyel, vagy tejszínhabbal, porcukorral, kinek mi jön be jobban, az csak ízlés dolga. Nagyon finom. Elkészítitek. Jó étvágyat hozzá. Enyhén. Sportszelet jellege van, pedig ebben nincs rúgmadalék. Karamell jellegű, sportszeletti jellegű, nem is tudom, valahol a kettő között van. Tehát tényleg nagyon jó.
most már tényleg. Sziasztok!